hurts, but still have so infinitely much to do. Who else is out here to do it? Oh, babe, you're going to the city. Szolgáltatás kikapcsoló, ékszerek, laptop, tablet, okostelefon, malacka, tyúkocska, krumpli, uborka, ellopva. Ruhatár turkálóban, szintetizátor zaciban, kanári levesben, a kutyuskát is megette a család. Pályázatok visszadobva, földet, trafikot, munkát nem kap. Uzsorások markában, rágyúgyul az adóhivatal. Végrehajtó kilakoltatás, házikó, gépkocsi vitte a bank. Segély megbomba, közmunkából kizárva, porony. Szervkereskedők markában. Koldusbot. Koldusbot. Mancika lelép az üvegszemével. Norbi megpróbálja felkötni magát. Itt többé fű nem terem. Nem terem. Nem terem. Game over. No future. Time to go. Csomagol, búcsúzik, elhúz, nyugati irányba.
Az utóbbi néhány évben több mint 500 000 hadirokkant, a szellemileg és erkölcsileg rég szétesett lakosság 5%-a hagyta ott, a síralom völgyébe zárt ígéretek földjét. Kétszer annyian, mint ahányan az 56-os forradalom után emigráltak. A rendszerváltás egyetlen haszna a többség számára csak annyi volt, hogy kinyíltak a határok. Itt csak a bűnözők, a politikusok és perekutyuk gazdagodik. Láttál már elszegényedett politikust? Elszegényedett politikus? Elszegényedett politikus? A tisztes polgári lét álma szerte foszlott. Az emberek ismét a lábukkal szavaznak. Már nem hisznek a politikának. Az erősek, tehetségesek, vállalkozó szelleműek, érzékszerveikben bízók csomagolnak. Azok, akiknek az adó és járulék befizetései a jövőben finanszírozhatták volna az egyre gyorsuló ütemben elöregedő kolóniát. A kivándorlók legtöbbjének végső célja az új világ, a szabadok és bátrak birodalma, a keményen dolgozóknak tisztességes megélhetést, alkotmányban biztosított boldogságot ígérő amerikai álom. Amerikai álom. Amerikai álom. Amerikai álom. Lidérces messze fény. Lidérces messze fény. Kevesen jutnak el a földi paradicsomba, mert nehéz megkapni a letelepedési engedélyt. Azok közül, akiknek sikerül, van, akinek bejön, van, akinek nem. Hogy a kiválasztott kevesek milyen sorsra számíthatnak az új világban, arról a néhai nagy szovjet opera énekes Fjodor Ivanovics Sajapint példaképének tekintő portál zenegép, az ugyancsak néhai MC No More, American Dreams című személyes tapasztalatok által ihletett balladisztikus ópuszából tájékozódhatnak az érdeklődők. Hajnalban ébredt a Brooklyn Bridge alatt. Lement a vízhez, talált két döglött halat. Az egyiket megette nyersen, az ízen, mint a gyász. A másikat elcserélte saktáblára, mert ráhozta a frászt. A saktábláért Queensben festéket kapott. Lopott ecsetet a Canal Street-en, újra alkothatott. Befestett hát kékre egy régi bibliát. Felkereste vele a Soho galériát. A kék korszakon vége az öné, Mr. Green. Benne az életem sok öröm és kín. Így lett Jack Frost híres annyi év után. A Park Avenue-n lakik már több, mint egy szám. Éneklő pincér volt 28 éven át. A jobb élet reményében hagyta ott a prágai operát. Meghozta a levest, és énekelt egy dalt. Leporello áriáját míg a vendég falt. Beefsteakhez bizé, homárhoz Brahms dukált. A hozzávágott tányért széket fizette a kárt. Brokernek Wagnert, bankárnak Puccinit
egyszer egy impresszádió. Ebben a pincében talán van ráció. A Carnegie Hallban, mint kővenné debütál, nélküle bezárnák a Metropolitan Operát. Törököd írtod Boszniában, vércsírtak a fák. Kutyautasként új világba, hajófenekén. Otthon varjak lakmároznak, anyja tetemén. Magával hozta kését, szívében harcidat. Ha kérdezték, csak annyit mondod, ő békét akar. Az vesztett takarított zöld kártyára bár. Az AIDS vírus személyében talál magának pár. Újságíró ágyszomszédja Lenox Hill Hospital. Ratko Peták történetét hozta a Pulse és Times. Művész vezett el a szebb fiúban, írták a lapok. A Ciprus Dombi temetőbe dísérhelyet kap.